Szeretettel várok mindenkit a Tesco Fit Arénára, Kecskemétre, ahol is 10 órakor találkozunk, és kezdjük az órákat egy fergeteges kickboxszal. Biztos észrevettétek, hogy eddig táncos órákat tartottam. Ezúttal másként lesz, kickbox aerobik lesz. Azért, mert régen én kickboxszal foglalkoztam, mint hobbi sportág, és aerobik versenyzőként működtem. És ezt a kettőt összehoztam, megpróbáltam a színpadra vinni, remélem tetszeni fog, és ott lesztek ti is. Természetesen nem kell megijedni attól, hogy nagyon harcos lesz, hiszen egyszerű kombinációkról lesz szó, és gyakorlatilag árnyék box lesz, tehát a levegőbe fogunk ütögetni. Élettani szempontból talán a kardió jellegét emelném ki az órának, tehát végig szögdelünk, ugrálunk 45 percen keresztül, nincs megállást, ezt fogjátok megérezni, ezáltal egy zsírégető hatást érünk el. Szeretettel várlak titeket, és szeretteiteket egyaránt a Tesco Fit Arena rendezvényen, Kecskeméten, a Best Buddy órámon, remélem sokan eljöttök és egy jó sportolunk együtt. A Best Buddy elnevezés az egy alakformáló órát takar, amelyben nagyon sok guggolást és erősítő gyakorlatot végzünk. Nem csak ezért szeretnének titeket invitálni erre az órára, hanem azért is, hogy érezzük jól magunkat, hiszen maga a Best Buddy kifejezés is nem csak azt jelképezi, hogy formáljuk az alakunkat és erősödünk és egészségesebbek vagyunk, hanem azt is, hogy jól érezzük magunkat és egy kis boldogságot csempészünk a hétköznapjainkba. Várlak titeket! Szeretettel várok mindenkit Kecskeméten a Tesco Fit Arénára, ahol a nagy színpadon egy aerobik performance órát fogok tartani. Az óratípusom az aerobik performance, ami mindenki által könnyen követhető, hiszen könnyű alaplépéseket fűzök egymásba, szinte játszik könnyedséggel, mindenki meg tudja tanulni, ezáltal szórakozva, könnyen, részese lehet egy közös élményezésnek. Szerintem a kulcs az a közös dologban, hogy mi együtt alkotunk valamit, nem pedig én egyedül. Sokan nagyon félnek a táncos óráktól, mert félnek, hogy nehéz őket követni. Nem, én úgy építem fel az órákat, hogy folyamatosan lépésről lépésre érezhetően egyszerűen csak beleviszi az embert a koreográfiába a tanítás.